csúszi termékek. Arcade Champions. Pólók, pulóverek, bögrék és még sok minden más. Link a leírásban. Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb Brawl Stars-os videóban. Itt van az indiai csúszi, ahogy láthatjátok. Itt van egy remek kis piros pötty pattanás itt a homlokom közepén. Indiaivá változtam, és most az indiai csúszi fog játszani. Avagy nagyon nagy butaságokat fog most csinálni, készüljetek fel. Ilyen még nem volt. Ekkora kockázatot még nem vállalt a fiú. Jézusom! Szerencsekerék. Sokatok örömére, nagyon sokan szerettetek volna ilyet, de az, hogy ekkora izgalmak legyenek egy ilyen szerencsekerekes videóban, az még nem volt. Hiszen a mostani championship-et fogom lejátszani randomokkal, szerencsekerékkel, bizony. Hát szinte garantált a lose, de mi van, ha? Mi van, ha hozunk egy vint? Vagy esetleg kettőt? Vagy 15-öt? Tartson velünk ebbe az izgalmas kis videóba. Megnézzük a shopba, hogy mit dobott be közben Freebe. Ó, mamma mia, Luigi, és két gadgetet is kaptunk. És az új karakterre is ott van, a Sproutra. Meg közben még a shop bedobott valami offert. Small is beautiful. Mondjuk itt nem vagyok free to play, úgyhogy itt akár meg is vásárolhatnám. I don't know, whatever. Kipörgetjük, hogy Game Grab-ben, a Championship-en kivel fogunk most játszani az első körben. Utána pedig pörgetünk megint. RIP társak, nagyon örülni fognak nekem. Ki is választom közben akkor beat. Az amúgy nem is rossz. Még lehet, hogy ez egy win meg is lesz. Komolyan mondom, lehet, hogy össze fogjuk tudni hozni Stoneford pályán. Nem mondom, hogy a best, de azért nem rossz. Azért egyáltalán nem rossz. Na úgyhogy peregjen is az első mérkőzés, és hozzunk egy hatalmas wint. Egy hatalmas wint szeretnék látni, srácok. Fogalmam sincs, meddig fogunk eljutni. Az biztos, hogy nagyon izgalmas lesz. Sose játszottam alapjáraton randomokkal sem ezt a játékot így. A Championship Challenge-et. De hát így meg, hogy olyan karaktert hozok be, ami nem is biztos, hogy annyira jó. Ez még egy plusz izgalmi forrás. Úgyhogy hát egy HP-val még élek, az a jó. És nálunk van az összes gem, mindenféleképpen tartani kéne a csapattársunkat, hogy ne pusztuljon meg. Amúgy annyira nem néz ki rosszul eddig ez a csapat. Elnyomta közben a gadgetjét. A Frankecske is. Nagyon jó, hogy Jackie-nél van közben ugye. A sok-sok gem, viszont nem kéne ilyen őrültségeket csinálni, fiúcska! Meg kell védenem mindenféleképpen, nagyon jó gyózgemünk van már most, mi van? Tehát jó, gyere már hátra, mert már tényleg kicsit az, hogy meredek lesz az a helyzet. Mi az, hogy nem találtam el? Jaj, jön az emzis, egyetlen egy kell, léci mama, legyen már meg ez. Kiszedem! Mi az, hogy nem? Jó, nyugiba vagyunk, a Franket kell majd kicsinálni, mint az állat. Jó, ügyes az. Jó, elkerüljük, meg lesz az, papi, meg lesz az! Tolom rá közben a szlovot. Felszedjük az utolsó, ami kell hozzá. Ne pusztulj meg, léci. Közben védjük. A bi az nagyon jól szuperál, én azt mondom. Hú, lehet, hogy meg lesz. De kiabáljuk el, még van 7 másodperc, hogy lehozzák esetleg. Közben azt a moknot is úgy szedegetjük. Jó, kapja a sebzést, és ha nem szedik ki a brokkot, akkor megvan az első win! Megvan! Ez már nem fog negatívan végződni, azt mondom. Már egy big boxot meg is szereztük. Azt a mindenért, szerencsekeréken lehet, hogy meg lesz a 15 win. Hát nagyot néznék amúgy, nagyon nagyot néznék. Nézzük a következőt, ki lesz. Ez úgy okay. Bár Game Grab-ben szerintem amúgy nincs olyan nagyon, hogy rossz pick. Jó, amúgy biztos van, de majd egy kicsit úgy sunyulgatok ott abban a bosban középen, és valamit próbálok összehozni belőle. Én azt mondom, hogy ebből lehetséges lesz ugyanúgy egy win. Ha nagyon ügyesen játszunk, meg na jó, menjél már, pem, ezen a pályán, ez a best. Ez a best egyszer. Hol a zeném? Hol a zeném? Eddig volt muzsikám. Hát itt szokott lenni a... Most miért nincsen? Mit csináltatok a muzsikámmal? Ki lopta el? It's a mine now. Biztos Brock vitt el. Még a zenét is. Tudom, hogy erre jött. Fix, hogy erre jött a Pam. Mi? És itt van tényleg a healem. Jó, a gadget az működik valamennyire. Az nem lesz rossz majd. Az lesz a para, hogyha ugye ide Pam be fogja dobni még a healing podját, és healeli a csapattársakat. Nagyon szép volt! És kinyírta még közben a Jesse is a izét. Hát jók a csapattársak. Hiába random. Hát mi van itt? Hát mi van?
pusztultok, ez az. A gadgetet el se kellett volna tolni, simában életben maradtunk. Egyetlen egy gem kell még, hogy spawnoljon, mert most ugye egy már itt van. És akkor meg is leszünk, ezt a spotot itt védem. Ha bejön ide valamelyik, akkor pusztul. És még jó is lehet, a Sandy megpróbálkozik ezzel. Nem kéne csinálnia, elhozom az összes gemet, el is futok onnan, és nálam van az összes, és meg lesz a mérkőzés, kész. Itt elbújok, szépen, lassan, meg vagyok. Ezt nem viszitek el, haver. Ezt nem viszitek el. Nem hiszitek el, de nem viszitek el. Ez a mérkőzés. Ismét egy Victory Royale, egy hatalmas win zene nélkül csuszinak. Ott is van. Hát mi van? Eddig jól működik. Azt kell, hogy mondjam. Lehet, hogy a pattanásnak köszönhetem itt a homlokomon ezt a mérkőzés. Lehet. Lehet, hogy anélkül nem jött volna össze. Eddig elég szerencsések vagyunk. Szerencsekerék egész jól bánik velünk. Meglátjuk, hogy ki lesz a következő, viszont sajnos a Bull is kikerül most már. Jó karakterek esnek kifele itt az elején, úgyhogy nehéz dolgunk lesz a vége fele. Ezzel is meg lehet a win, hogyha nyilván jó csapattársakat kapunk, jó karaktereket hoznak, amúgy szerintem ez jó lesz. Behozom a több healjét inkább, hogy tovább bírjuk ugye a gemeket tartogatni, aztán remélem, hogy nem lesz semmi para ebből, hát náluk is van ugyanúgy, meg van Pemjük is, nekünk egy Crow, meg egy Penny, szerencsé, hogy most nekünk több a HP-nk, de nincsen zene! Mit csináltak a zenémmel? Lehet, hogy be kéne kapcsolni meg újra ki az egészet. Azért az a sebzés az jó volt ott. Hát a nevem is, hogy néz ki, mi az, Cuzi? Hát mik vannak itt? Mi történik itt? Valaki elmondaná? Azt tudom, hogy rá fogok szuperezni erre a Frankre, mint az állat, és kinyírjuk. Így van. Na most kellett volna még egy szuper dolog, és megy is a szuper, és double kill! Jaj, a csúcsú fiú mit csinál? Hát már megint szuperezik, hát mindenkit szétszuperezik ez az állat. Jaj, megmutatja, hogy hogyan kell ezt játszani, ezt a Gameskót a Frankeskóval. Hát jó ez a fiú, jaj, fenomenális. Dír, megint damage pusztul. És viszi az összes gemet. Hát ez az ember egyszerűen megállíthatatlan koreai játékos szinteken játszik. Borzasztó, amit művel, az ellenfél nem tudja lereagálni, egyszerűen szétbombázta az ellenfélnek a védelmét, 1v3-ban megoldja ezeket a szituációkat, hiába jön már a Frank, hiába akar szuperezni, ott lesz a gadgetje, amiből ki tud mászni majd ebből a szuperből, remek védelem lesz ez, és ez egy remek nap Csuszinak, hiszen itt van a win, nem is kellett volna elnyomni ezt, ez már bizony meg lesz, a visszaszámlálás, azt meg tudták akadályozni, de ez nem elég ahhoz, hogy megnyerjék ezt a mérkőzés. Itt 10-0 az állás. Ha a veréb nem elég buta, akkor ez meg lesz. Ne legyen buta a veréb, és akkor meg is van a mérkőzés. Nem kell itt tovább húzni. Megy a szuper ki, még egy double kill a végére. És ott van a harmadik win is. Gamegrabben. És nulla lose, randomokkal, random karakterekkel, mi a fene folyik itt? Hát ezt nem hittem volna, hogy eddig el fogok amúgy jutni. Viszont ugye Frank is ki fog kerülni, és a következő játékmód, amiben játszani fogunk, az Brawl Ball lesz. Hát nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mégis ki fog jönni. Szóval hol vagy Shellyként? Gyere ide, megyünk brawlbolozni Super Stadium pályán. Még akár jó is lehet, reméljük, hogy a csapattársak jók lesznek, és nem fognak lúzt hozni nekünk. Hozzunk egy hatalmas vint. Jújj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 
Please! Ilyen nubitóktól ne kapjunk ki. A Jackit szét fogom szuperezni. BAM! Amíg ezt a falat nem kellett volna szednem. Közben tudjuk tölteni a szuperünket, meg is van a szuperünk. Ki tudjuk szuperezni. Nagyon jó, nagyon jó. Közben ő is ki lesz szuperezve, lehet menni előre. Ez az. Pörög, pörög, pörög. Jaj, de gyönyörű gótlét! Hát a jobb sarok volt bepattanó. Hát ezt nagyon szépen megoldott. Azt hittem, hogy ebből nem lesz semmi. Viszont csak sikerült összehozni. Ez így full jó ez a csapat már megint. Én nem tudom, hogy ekkora szerencsém van, vagy mi van itt. Mi folyik így gyöngyösen. Viszont az szinte biztos, hogy most ezt ki fogom szuperezni, és oda kotyog, de nem elég a kotyogás. Ide kell ez. Hogy oda menjünk, az belőjük. Pedig próbáltam itt taktikázni, nem kellett volna. Hát megvan a negyedik is, és még nincsen lose. Championship challenge. Randomokkal teljesen. Hát a végén még randomokkal viszem ki, lehet be is halok. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, ha így sikerülne. A leglassabb karakterrel, na jó, biztos jó lesz. Biztos király lesz.
Feels bad, man. Hát most a csapattársakat nagyon sajnálni tudom. Hogy most ilyet kapnak maguk mellé. Az biztos, hogy nem fogom tudni őket lerohanni. Úristen, és már mennyi sebzést kaptam be. Na jól van. Jó, lefutom őket. Már is megyek, már is. Hát, hogy meg lesz az első lóz. Lehetséges. Az picit butahúzás volt tőle amúgy. Meg is indulok előre. Fénysebességgel. Oda pepasszolunk. Próbáljuk őket sebezni. Nagyon jó volt a Franktől, és belövi! Megcsinálja a fiú! Az ifjú titán. Tudnék teleportálni, most jut eszembe. De kicsit mert még nem is használtam, hát ez jó! Ne, de passzolj! Haver! Oldjuk meg, passzold oda le a Frankikének, ő meg lepasszolja nekem, vagy nem passzolja le, miért passzolná le? Így van. Beteleportál a fiú, jaj, mikkora taktics! Mekkora taktics! Hát ez kivédi! Hát kivédi a csúcsú! Teleportált! Hát ez most nem úgy kellett ide. Nem kéne megpusztulnom, mindenféleképpen be fog indulni a Penny. 7 másodperc maradt hátra, 6, 5, 4, 3, 2, 1. És még az utolsó pillanatban még épp hogy lőni tudott volna, de nem fogja belőni. Hát ez nagyon kellett. Ez nagyon kellett az első gól. És hogy ne húzzuk el az időt még jobban. Ott van az 5. win és nincsen lose. Nincs egy lose sem. Hát mi megy itt? Mi ez? Hát jó, ugrunk a következőre, megnézzük, hogy ki lesz a következő, akivel jönni fogunk. Jó az, hogy ne lenne jó a Dány, na hol vagy? Hagy találjam meg, aztán mehet is vele a móka vonat. Nem tudom, fogalmam nincs, hogy milyen lesz ez így. Most mindenféleképpen tartanom kell a távot, és úgy sebezni őket, mint az állat, ami még eddig egész szépen össze is jött, fogjuk szedni azt a falat, közben még a Franket is kiszedtük, ez most elég hasznos a csapat számára. Nem rossz, miért szedted ki, haver? Ezt miért szedted ki, Frank? Tartani kéne. Jó, az úgy nagyon jó. Triple kill, tolap csúcsú! Triple kill, és becsorog a labda, Hát ez, ha nem csúcsú carry, akkor nem tudom mi eddig. Hát az a baj, ezt nem biztos, hogy meg fogom tudni állítani. Boom. Viszont ment rá a sebzés. De nagyon ügyesen jönnek befele. Törnek. Hát ez a most lúz. Én elfenekelem a csapattársaimat. Miért vagytok ilyen buták? Nem menjetek már bele a damage-be, jó? Kicsit óvatosabban játszunk, ne pusztuljatok meg, csak álljál, üljél le a fenekedre, jó? Azt meg lesz ez. Elhozom a labdát, chillezünk egy picikét, hílelődjetek. Nyugi van. Jó, Istenem, az a Max is. Bum! Kapja pedig a sebzést, hát kiszedem. Gyere védekezni, fater. Védekez, ne pusztulj meg, induljunk előre, nyerjük meg a mérkőzést, de ne ilyen fail ultikat toljatok már. Jó, viszont talán ha tudjuk tartani az időt, akkor még jó lehet. Na most ez egy nagyon nudli, ez most lehet, hogy a csúcsú fiú rontotta el. Sőt, nagyon biztos, hogy ez egy hatalmas lúz. Van egy lúzom! Aj, Dájna! Pedig ez jó lehetett volna. Hát ez így nagyon gatya amúgy. Helyzetben is tök jó lett volna. Fogalmam sincs, hogy mit fogok itt csinálni vele. Azt remélem, hogy most tényleg össze fog jönni már, mert egyre neccesebb lesz ez így. Egyre neccesebb. Minél több karakter esik ki, főleg a használható karakterek, amik a végén amúgy tök jók lennének. Így most nagyon nudli. Jó, kapja a sok sebzés, Frankről lepattintva. Hát a Rose az baromi OP így náluk. Ez nagyon jól jön nekik. Ez ugye ennyi tankjuk is van. Ó, menjél már, jó van már, nyomjad még azt is, fater. Ledobjuk ide gyorsan mortárt, aztán hát ha így besegít egy kicsit a védelembe. Közben a Róza ott van, nem is értem, hogy mit csinál a Bibink, áll egy helyben. Remek hadművelet, fater, remek, nagyon jó. Viszont a Frankünk az egész oké. A Bibi meg most kelt még fel. Hát még most izította a kávét, azt mondja, megissza közben, aztán majd na jövök, azt lehozom a Wind. Lehozza, figyeljed meg. Tényleg lehozza. Simán összehozza. Hát megcsinálja. Képes rá? Hát nem tudom amúgy, mi lesz itt, vajon. Viszont most jó a mortárom, ha lőne, főleg jó lenne. Urram atyám! Totális eliminálás!
Hát lőd be, Fati, lőd be, Gigi! Mennek a sebzések, eliminálva van az egyik, a másik is eliminálva lesz, és közben kapják a sok-sok sebzést. Hát ezt így kell, ezt így kell, kapja már megint, megy ki a szuper, leesik az egyik fal, be fogja vinni, nem kapufát lő, de a másodikkal már easybe megvan. Hát az előző az nagyon szenvedős volt, ez viszont nagyon gyorsan meg lett, a hatodik win. De nézzük meg, hogy ki lesz a következő. Remélem, hogy jó csapattársakat kapunk, és akkor annyira nagy probléma nem lesz szerintem az El Primóval. Mondjuk itt Shelly és Rönk ellen, vagy Jackie ellen. Nem tudom ez milyen lesz, de legalább van nekünk egy távolságink. Ha nem szedik ki őket, akkor még ez oké is lehet. Franket kéne gyorsba letápolni. Át is dobjuk, egyszer. Ez most nagyon nurli, ez most nagyon elrontotta a csúcsú fiú. De lesebzi! Viszont nem elegendő az a sebzés, hogy megöljük őket utólag, és 8-2-re áll az ellenfél. Hát úgy néz ki, hogy a csapattársaimat is szétkapták. Viszont a Franket azt le tudtam szedni, és ugye itt még az utolsó pillanatokban még bőven lehet azért hozni a mérkőzést, tehát nem dőlt el ez még. 11-12, ez az, viszont nincsen most már busz, ami nagyon nagy hátrány számunkra, ráadásul van ott egy jó pár távolsági, bár a Rico számára ez tök király lehet. Tök király lehet! Jó, Shelly megpusztult, viszont 21-17 az állás. A Rico-nak kellene ezt itt most már carryznie, nekünk meg szépen sunyiba valahogy leszedni majd az enemit, amikor éppenséggel le lehet, és kerülni az ilyen felesleges halálokat. 23-20 az állás. Hát nem igazán tudok semmit se csinálni, max a Jackie ellen tudnék, vagy pedig, hogyha a Frank ide bejön, akkor ellene lehetek még jobb. Hát ez teljesen nagy butaság volt közben a csapattársunktól. Muszáj elugranom, hogy ne kapjon el a sebzés. Hílelődnöm kellene. Hát biza. Nézd, az a bull az nem a legélesebb kés. Valamit a Rico-nak kéne alkotnia, valami óriásit. 144 HP van, gyertek már, azt segítsetek, mert hát megpusztulok itt középen. Hát mi megy itt? Valamit hozzunk már össze, fiúk. Hát valamit csináljunk már, mert ez így nagyon nem lesz jó itt a végére. Beugrik a fiú, beugrik, totális eliminálás. Nem történt meg. 40-23-ra vezet az ellenfél, és ezt már lehozta, hát ezt lekerizték, ezt simába összehozták. Hát, esélyünk nem volt. Az a baj, hogy esélyünk nem volt, fiúk. Az a baj, hogy ezt nagyon elrontottuk ide a végére. Nagyon elrontottuk, két lúzom van. Hát ilyen rosszul még nem álltam sose. Vajon miért lehet ez? Vajon miért? I don't know, guys. Én azt mondom, jó lesz ez, hogy gyorsabban tudunk lőni, illetve ugye a gadgettel újra tudunk tölteni, menjen az a bounty, és hozzunk sok-sok wint, hozzunk sokat. Azt a mindenit, van egy shelling, az még nagyon jó is lehet ezen a mappon. Nem tudom, hogy mennyire fognak olyan örülni nekem, viszont van egy tarályog, akivel most aktiválták is, hogy a gadgettet, mindent látnak. Hát ez hosszú távon lehet, hogy erősebb csapat lesz. Az biztos, hogy én most ezt itt leszedem. Legalább ennyivel kevesebb helyen tudjanak bujkálni. És hosszú távon jó lehet. Hosszú távon nagyon jó lehet az, hogyha már nem lesz itt ugye busz, akkor mi fogunk inkább előnyben részesülni. Hiszen van ugye egy brokkunk, aki távolságban megint jó. Náluk ott van a bull, ami annyira nem túl király, szóval azzal nem hinném, hogy sok mindent tudnának kezdeni. Ráadásként megint pusztulnak, és kapja a sebzést, és hát eddig lehet, hogy a csúcsú egy párkét behozott. Nem biztos amúgy, nem mondanám. Úristen, az a pull. Az a pull, de gyönyörű volt közben az ellenféltől, ami kiment oda. Ha használom kéne ezt a gadgetet, néha lehet, hogy tudjam spammelni a lövéseimet, mint az állat. Bu-bu-bu-bu-bu. Na most elnyomom. Wow. That's good amúgy, ez nagyon jó ez a gadget. Hát lehet spammelni a lövéseket. 16-11 az állás, ha engem kinyírnak, amúgy ott vége van. Vége a bulájnak. Agya! Ne nyír ki! 21-20! Jaj, én nem bízok a csapattársakban, az a baj. Meg tudnak pusztulni. Jaj, de oda kell kenni, vágni nekik most. Most nagyon oda kell kenni. El kell kenni az arcukat, ez az 24. Jó, ne pusztuljatok meg, Léci. Léci, ne pusztuljunk meg, ez az, baby. Nagyon jó. Nagyon cukik vagytok, komolyan rágom az úzátokat, hogyha ez itt meg lesz. Yes, baby. A bull már nem fog tudni ránk jönni. Nagyon jó, slow is. Húha. Júj. Hát a kolt az jó választás volt, szerencsekerék, nagyon szépen köszönöm. GG! Megyünk tovább, zakatol a vonat, de hova? Mennyinél fogunk megállni vajon? Sehol!
kivisszük, kit érdekel, hogy van már két lóz. Simába össze fog jönni. Következőleg most olyan jó karaktert fog pörgetni, el se hiszitek. Bontiba most figyeljétek meg. Azt mondja, hol vagy Spike-ika, Spike-ika. Még amúgy jó is lehet ugyanúgy, hogyha esetleg olyan csapattársat kapunk, aki ugye, hát majd szépen besorozod a rájuk egy picikét, és szétszedi ezeket a kisebb-kis bush rendszereket, akkor hosszú távon megint jól fogunk kijönni. Baromi jó, hogy van egy bó, hogy ilyen messzire el tud látni most már Legolas, megoldja most itt az early game-ünket, ezzel le fogja hozni nekünk a bó. Annyi a lényeg, hogy hosszú távon ne tudjanak minket szétszedni, meg oda kéne figyelni a Shellingnek, hogy ne szedje ezeket a buszokat, mert most ez nekünk baromira hasznos, hogy ők nem látnak minket, mi meg látjuk őket, mert itt van a jó kis bomb. Nem olyan nagy a sebzésem, gyere, Bo. A Bo kéne ide, hogy felfedezze a területet. És nagyon irritáló lesz amúgy itt most úgy szint. Közben, 48 HP van még épp, hogy élek. A Pokó is, hogy híleli a csapattársait. Szépen próbálják tartani a távot. Közben itt van egy mortár is, ami nagyon király itt az arcunkba. El kéne kerülni őket, de közben vinni a sebzés. Az nagyon jó, nagyon jó, nagyon ügyes volt, és késő belépés volt itt a Pokótól. Nem vagyok nagyon hasznos tagja a csapatnak, azt érzem. Nincs annyi sebzésem, és folyamatosan hílelődnöm kell, ami nem túl király ezen a mappon. Mennek azért most oda a sebzések. Ki kéne őket szorítani valamennyire, és betolni. Jaj, de undorító volt az a gadget használat. De undorító volt. Hát most lehet el kéne nyomnom a gadgetemet, meg oda tolni egy kis ilyen szlovot. Baromi jó, az utolsó másodpercekben gyerünk! 24-24! Egy döntetlen is nagyon jó, de! Utolsó másodpercben elkenték a szánkat. Nem! Ezt nem hiszem el. Egyetlen egy esélyem maradt. A kedvenc karakterünkkel fogunk zárni, lehet, hogy a kedvenccel. Van egy olyan érzésem, hogy igen, bizony. Köszönöm szépen, szerencsekerék, hát megnevettettél ide a végére, az fixen mondom neked. Baromi jó lesz. Hát mondjuk az Emz ellen még jók is lehetünk, illetve a Colt ellen, de a Frank az nagyon oda fog verni nekünk, az a para. Viszont legalább a gadgettel majd tudunk sebezni egy kicsikét. Hát komolyan mondom, hogy ezt most itt lehozzuk, hát baromi jók leszünk. Ott is van a Simon. Hát meg is döglött. Jaj, megöl. Az a para, hogy megöl engem, lehet? Nem. Nagyon benézte ezeket a lövéseket. Viszont közben a Rosa megpusztult. Fix, hogy jön. Úgy van. Jaj, de jó. Jaj, de jó ez. Hát azoknak is megvan a gadget ugyanúgy. Bam! Jó, le lett szedve. 9-9 az állás. Nem tudom, miért pusztultam meg. Le kellett volna sunyognom valami buszboss. Jó van az. Jó éjszakát utána. Mi van? Miért csinálod ezt, Csucsu? Vezettetek rengeteggel. Miért kell elrontani a végére? De most miért is várunk amúgy? Ja? Hogy ne halljunk meg azért. Okay, I got it, guys. I'm here to kill everybody. Everybody is dead, probably. Gyerünk már a gadgetemet, agyon fájam! Jaj, a végére mi lett itt velünk, Móni? Mi lett itt velünk? Pedig milyen jól indult az egész buli. Hát köszönjük szépen, hogy itt tartottak velünk ebben a frenetikus, fantasztikus videóban. Hát ebből, ha most valamit ki tudunk hozni ide a végére, hát én meg is lepődnék. Most fogom leszenni a Coltot, és most fogok kinyírni mindenkit. Wow, dude! That was fantastic! That was phenomenal! Oh my god! Ott is vagyunk, srácok, kivittük a Championship Challenge-et, és nem akármelyik karakterrel a végén, Mortisszal tettük oda, oda tettük magunkat a végére, itt van, ki lett véve az egész Championship Challenge, GG, boys, that was a pretty good match, OMG, hát ez jó volt, pörgött a mérkőzés, srácok, nem is gondoltam volna, hogy teljesen így szerencsekerékkel, randomokkal fogom kivinni életemben először a Championship Challenge-et, de összejött. Szóval srácok, hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot és egy hatalmas feliratkozást, ha szeretnétek majd még valami hasonlót látni, valami nagy örültséget. Nekem nagyon bejött, nagyon fantasztikus volt, főleg itt a végén. A következőben majd ütközünk, legyetek addig is jók, aztán szevasztok. Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös
póló már elérhető, teljesen elérhető, egyet fizet, egyet vihet akció, egérpad, póló, bögre, fogánybögre, és még plüsmaci is kapható. Wow! Arcade Champions-ös termékek, csúszi.hu!